Nemrégiben adták át az UTE 5-tusa szakosztályának OCR pályáját, amelyen a fiatalok gyakorolhatnak a lovaglást váltó versenyszámra. Bár az akadályverseny már a múlt évben is szerepelt a korosztályos világesemények programjában, az utánpótlás korúaknak még szokniuk kell a terepet. Talán egy laikusnak a legegyszerűbben, vagy a legismerősebb a Ninja Warrior nevű tévés műsorból lehet. Ez egy 60 vagy 70 méter hosszú akadálypálya, meghatározott számú akadállyal. Egész pontosan én sem tudom a szabályokat, de van 20 akadálya a Nemzetközi Szövetségnek a versenyszabályzatában, és a versenyrendező annyi akadályt tesz be a pályába, amennyit ő, illetve a száma meg van határozva, de azokat teszi be, amelyeket ő szeretné. És különböző egyensúlyi gyakorlatok, lógásos gyakorlatok vannak benne, és értelemszerűen az a cél, hogy minél gyorsabban teljesítse valaki a pályát. Elég összetett, mert egyszerre kell robbanékonynak is lenni, de az se jó, hogyha az embernek ilyen nagy izmai vannak, mert ugye az egy picit lassítja, de az volt a tapasztalatom nekem, hogy igazából testalkattól függetlenül lehetett ezen jól menni. Tehát aki mondjuk egy picit alacsonyabb, az ugye sokkal gyorsabban végig tud menni a pályán, aki kicsit magasabb, az jobban eléri a bizonyos akadályokat, aki meg erősebb, ő pedig erőből meg tudja oldani a dolgokat. Nyilván akinek nagyon nem ment, az nem tud benne eredményes lenni, de mondjuk az előző évekhez viszonyítva nem nagyon változott az erősorrend. Az volt a jellemző, hogy egy bizonyos idő körül csoportosultak a legjobb idők, tehát nem volt nagyon kiugró eredmény, inkább csak lefele, úgyhogy egyelőre nem befolyásolta nagyon az eredményeket. Ez nem egy versenypálya, tehát ez egy edző ketrec, úgymond, tehát a versenyen ugye egymás után jönnek az akadályok, itt egymás mellett vannak, úgy fölállítva, hogy a lehető legkisebb helyen lehessen a lehető legtöbb dolgot edzeni, de ezek nem a hivatalos versenykörülmények. Az elején még csak ismerkedtek ezzel a sportággal, mert tavaly jött be mindenkinek. Idén már szerintem mindenkinek menni fog és gyorsulni fognak. Inkább a lányok voltak azok, akik tavaly óvatosabbak voltak, és így féltek az akadályokon gyorsabban menni, és inkább csak ismerkedtek vele. Mivel most már nem lesz újdonság, így remélem most már sokkal gyorsabban is tudunk menni, az edzéseken már jobban mennek. Hátizomra állunk rá, a vállöveknek a mobilizálását szoktuk csinálni, a hasizom is kell hozzá, hogy meg tudja magát tartani, és ne billegjen mindenfele, illetve a karizom is, hogy elbírja magát. Bár az edzéseken nem ritkák az esések, és a fiatalok tenyerén a bőr gyakorta felszakad, az ifjú versenyzők lelkesen végzik a fizikailag is megterhelő tréningeket. Kar, hátizomnak erősnek kell lennie. Az elejénél még nekünk is lejött a kezünkről a bőr, és ezáltal lett ugye bőrkeményedés rajta. Szerintem ez is egy fontos része az OCR-nek, hogy legyen bőrkeményedés a kezeden, és akkor erősebben tudsz fogni, és nem jön le a kezedről a bőr annyira. Én szeretem az OCR-t. Lehet ez azért is, mert valamennyire azért jó vagyok benne. Ez a mászkálás olyan, mint a fánmásznál esetleg. Hát ehhez tudom hasonlítani, hogy emiatt lehet esetleg jó, vagy emiatt szeretetik. Személy szerint nekem még nagyon sokat kéne vállban is erősödnöm hozzá, ami az úszás nem nagyon sokat segített, mert most arra is, ha picit nyújtottunk mondjuk esetleg az úszásra, hogy lazábbak legyenek a válláink, akkor most erre meg erősíteni kell. Nekem ez sose volt erősségem, szóval még ebben mindenképp fejlődnöm kell. Meg kell szokni, főleg így, hogy a lovaglás helyére került be. Nekem is nagyon sokszor szakadt fel a kezem, ehhez is hozzá kell szokni. Mindenkinek még barátkoznia kell szerintem ezzel az új sporttal. Már többen is elkezdtek ugye a lovas edzésekre járni, hogy mire odaérnek, hogy bejön nekik a lovaglás, akkor már jól tudjanak lovagolni. Szerettek lovagolni, nagyon sajnálták, hogy kivették a sportágat, viszont az OCR-t is szeretik. Most még ugye nagyon újdonság ez az egész, itt az UTE pályán is most épült, meg az OCR pályánk. Meglátjuk, hogy van újdonság, és ki kell próbálni. Szerintem ez van a gyerekekben, és ezért szeretik ennyire.